Egyetemistáktól volt hangos a szekszárdi fürdő, a Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési kar frissen felvételt nyert hallgatói számára rendezett gólyatábor utolsó napján. Ebben az évben több mint 200 elsőéves kezdte meg tanulmányait a szekszárdi felsőoktatási intézményben. Idén a nappali tagozatra jelentkezett gólyák 70%-a vett részt a táborban, ami kiemelkedően magas aránynak számít. A 3 nap során a város különböző pontjain, délelőttönként szakmai programokon, délutánonként pedig vicces vetélkedőkön vehettek részt a hallgatók, melyek során megismerkedhettek egymással, a felsőbbévesekkel, az intézménnyel és a várossal, melynek mostantól lakóivá válnak. Egy első benyomásra, amennyit láttunk a városból, nagyon tetszik, az egyetem is folyó, a társaság is nagyon szimpatikus, úgyhogy a felsőbbévesek is, mindenki nagyon kedves. A középiskolákból érkező gólyák itt találkozhatnak először a felsőoktatással, egy számukra teljesen új rendszerrel. Rengeteg új dolog van, úgy mint Neptun, úgy mint kredit, úgy mint oktató például, tehát nagyon fontos, hogy ezeket az információkat átadjuk nekik, ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig, hogy a vetélkedők során egymást megismerik, a csoporttársaikat, és nem mellesleg a felsőbbéves hallgatókat, akik majd a tanulmányaik során nagyon szívesen segítenek nekik az egyetem útvesztőiben eligazodni. Nagyon sok hasznos információkhoz jutnak hozzá, és sokkal fontosabb az, hogy megismerik azokat, akik a tanulmányaik során tudják őket segíteni. Csoporttársak, szaktársak, felsőbbévesek, a seniorjaik rengeteg praktikus információt tanulmányaikhoz, egyetem melletti szórakozási lehetőségekhez, előrehaladáshoz kapcsolatos információt tudnak nekik átadni, és szerintem itt sokkal könnyebb teljesíteni a tanulmányokat, sokkal könnyebb sikeresen teljesíteni az egyetemi életet, és nem is az egy részről sikeresen, másrészről, ami nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy tartalmasan. Hát az életünk legszebb időszaka talán az egyetemi időszak, és az, hogy ezt a teljességében élje meg a hallgató, az azt gondolom, hogy a PTE hírnevének is nagyon sokat ad, és az egyéni hallgatóknak is rengeteget hozzátesz a tanulmányaikhoz. A közösen eltöltött 3 nap során a 3 csapat tagjainak különböző képességeiket kellett megcsillogtatniuk, voltak erősségi feladatok, ügyességi játékok, érdekes tesztek, vicces koreográfiák, de még a fiatalok színészi tehetségére is kíváncsiak voltak a szeniorokból álló zsűri tagjai. Az első nap egy picit lazább volt, a második nap már voltak feladataink, amik nagyon jók voltak, viccesek voltak. Szerencsére olyan csapatom van, akikkel el tudtuk osztani, hogy ki milyen feladatokat vállal. Nagyon fantasztikusan érzem itt magamat, és nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz. Az a tapasztalat az elmúlt 2 napból kiindulva és a mai napból kiindulva, hogy a korábbi évekkel ellentétben kevésbé vehető észre rajtuk az, hogy a csapatok versengenének egymással, hanem egymás segítve, egymást építve, kialakítva a PTE családidentitást, amit szeretnénk beléjük nevelni az elkövetkezendő egyetemi éveik alatt. Tehát ezt a PTE családérzést úgy érezzük, hogy teljesen átvették, segítik egymást, nagyon jó a hangulat a táborban, illetve amit még el szeretnék mondani, hogy nálunk Szekszárdon, az egyetemen hosszú idő óta van egy mondás, ami úgy hangzik, hogy az egyetemi éveket lehet leélni és megélni. Azt gondolom, akik eljöttek a gólyatáborba, a megélést választották, hiszen az egyetemi évek életük egyik legszebb időszaka lesz, rengeteg élménnyel és tapasztalattal, és természetesen tudással is gazdagodnak majd. A gólyacsapatok egyaránt kimagasló teljesítményükért, egymást segítő, fair hozzáállásukért végül mind az első helyen végeztek. Ez jó volt! Ez jó!